Eredetileg nem terveztem a VH-sről készíteni videót, de a cégnek elég érdekes története van. Edison Bell fonográf és grafofon találmányában egy hengerre rögzítették a hangot. Emil Berliner feltaláló egy másik fontos dolgot adott a találmányhoz, a lapos lemezeket, amiken spirálisan rögzítik a hangot, kívülről befelé. Eldridge R. Johnson pedig tökéletesítette a minőséget és a hangzást, valamint ő gyártotta a készülékeket. Ezt az új módszert nevezték el gramofonnak. Johnson és Berliner alapították a Victor Talking Machine Company-t 1901-ben. Berliner mindenfelé alapított cégeket, különféle társakkal, a gramofon terjesztésére és a lemezek elkészítésére, például Angliában, Németországban, Mexikóban, Kanadában is. Francis Borrow festménye, a Terrier keverék kutya, Nipper, egy fonográf hengeres lejátszót hallgat. Borrow próbált eladni a képet a londoni Edison Bell cégnek, de nem járt sikerrel. William Owen látta meg a festményben a lehetőséget, aki Berlinerrel társalapítója a londoni Gramophone Company-nak. Kérésükre Borrow kicserélte a fonográfot gramofonra, az egyik első típusra, amit Johnson és Berliner gyártott, és így megvették a jogokat, hogy céglogóként használhassák. 1900-ban nyomtatott formában, 1902-től a termékeken is ez a logó jelent meg. A His Master's Voice a festmény címe volt. 1927-ben a japán piacra is beléptek, és hogy olcsóbb legyen a gyártás, megalapították a Victor Company of Japan Ltd-t, vagyis Japan Victor Company-t. 1929-ben a Victor Talking Machine-t felvásárolta az RCA és vele minden alvállalatát is, így a GVC-t is. Ezután kezdett el a cég rádiót gyártani, 1939-ben pedig Japán első tévékészülékét. 1943-ban a háború miatt a GVC levált az RCA Victor anyacégről, és megtartották a Victor nevet és a His Master's Voice logót japán használatra. A világ többi részén pedig elhagyták a Victor nevet az RCA mögül. 1953-ban a Matsushita Electrics lett a többség tulajdonos. 1971-ben kezdték el a VH-s fejlesztését a GVC-nél. Előre lefektettek néhány fő szempontot, amelyet fontosnak tartottak a fejlesztés során. Kompatibilis legyen bármilyen tévével, a kép hasonló legyen, mint a földfelszíni sugárzás minősége, minimum 2 órás felvételi idő, lejátszás felvételi kompatibilitás, bővíthetőség, elérhető ár, könnyű kezelhetőség, alacsony karbantartási költségek, nagy mennyiségben gyártható legyen, az alkatrészek cserélhetősége és könnyen szerelhető legyen. 1973-ra megszületett a prototípus is. Az első magnó a japán piacon a Victor HR3300 volt 1976-ban. 77-ben az Egyesült Királyságban és az USA-ban is kapható lett. Az Egyesült Államokban az első magnó az RCA VBT200 volt. A Matsushita gyártotta és már tudta a 4 órás felvételi módot, amit azért tartottak fontosnak, hogy egy kazettára ráférjen egy amerikai foci meccs. Az eredeti specifikáció szerint egy mono hangsáv, 2 videófej, 3 MHz videó sávszélesség és 240 sora felbontás. Terrific! But suppose it's over 3 hours. Relax! Panasonic VHS tapes up to 4 hours of sports, movies, specials on one cassette. Wow! This VHS is for me! You caught the whole game. Best catch of the day. Yeah. VHS, the 4-hour system from Panasonic and other leading companies. A Sony Superbet a fejlesztésére adott válasz a GVC-től a VHS-HQ volt. Mivel a sávszélességet nem tudták növelni, más megoldás után néztek. Elvileg a VHS-HQ jelzésű készülékekben világosság jelzajszűrő, színzajszűrő, fehér kiterjesztés, élességjavító lenne, valamint próbálták 250 sorra emelni a felbontást. Végül a költségek miatt a HQ jelzést bármely készülék megkaphatta, amely a fehér kiterjesztést és még egyet tartalmaz a felsoroltak közül. A VHS Compact 1982-ben került bevezetésre a camcorderekben. A VHS-C esetében azért működik jól a kompatibilitás a teljes méretű kazettákkal, mert az M befűzés 180 fokban veszi körül a fejdobot, míg a VHS-C esetében 270 fokban, így a hifi sáv és a videósáv is ugyanazt a szöget zárja be felvételnél, mint a teljes méret esetében. It began as an idea.
a video camera and VHS recorder, all in one. But hold everything. Now JVC presents Video Movie. You can play back through the eyepiece or a TV, even without a VCR. In low light or daylight, the picture is incredible. And Video Movie is so lightweight, you're free to be more creative. Hold everything with the JVC Video Movie. JVC, the goal is perfection. ...1984-ben a VHS hifi bevezetésre került, csupán egy évvel a beta hifi után. Conventional left and right channel longitudinal audio is recorded onto the narrow edge tracks of the tape. But hi-fi performance comes from two separate flying audio heads that record stereo sound over the full videotape width, the portion traditionally reserved for video signals only. A módszer ugyanaz, mint a Sony megoldása a PAL Beta esetében, de a VHS a PAL és NTSC rendszernél is ezt használja, vagyis dedikált hifi audio fejekkel, hogy a kompatibilitás megmaradjon a monokészülékekkel. A módszer miatt a hifi hang nagyjából azonos minőségű SP, LP és LP módban is. Az SVHS 1987-ben érkezett a piacra a GVC HRS 7000-rel. A sávszélességet emelték, így a sorfelbontás 400 sorra nőtt, a szín viszont nem javult. Az SVHS hifi hangja is ugyanaz, mint a VHS-é. Néhány profi magnó kapott PCM hangot, vagy négy csatornás lett, két lineáris és két hifi, vagy egy mono, egy timecode és két hifi hanggal. Az SVHS szalag kicsit különbözik csak a VHS-étől, jobb mágnesezhetősége miatt a növelt sávszélességhez igazítva. Így elméletileg a VHS közötte is használható SVHS felvételekhez. Ebből az ötletből született az SVHS ET. A specifikációban csökkentették a fehér szintet és a világossággel szintet is. Az SVHS-t ugyan kisebb stúdiók és tévécsatornák használták, de nem lett akkora siker, mint a VHS. A Sony az LD Betával válaszolt az SVHS-re. A VVHS 1994-ben a japán piacra készült, a High Vision műsorszórás rögzítését tette lehetővé. A High Vision analóg HDTV adás volt 1989-től 2007-ig. 1035 aktív sor és 2:1-es képarány jellemezte, amihez négy csatornás szőrendhang is tartozott. A VVHS metál szalagot használ és komponens analóg jeleket. A DVHS 1998-ban került a piacra, és a D eredetileg data jelölésére szolgált, később lett belőle digitál. MPEG TS fájlokat rögzít, és Full HD 1920x1080 felbontást, de képes SD vagy 1280x720 felvételére is. A 480-as kazetta a leghosszabb, 50 GB tároló kapacitással, 4 óra legjobb minőségtől a 40 órás SD minőségig. A DVHS-t nálunk is árulták kis ideig. Ennek a továbbfejlesztése volt a 2002-es D-Theater, ami Dolby Digital és DTS hangot is tudott. Van régiókódja is, USA, Japán és Dél-Koreára, máshol nem is forgalmazták. Because now, there is a new pre-recorded software platform that takes maximum advantage of the superior characteristics of DVHS. It's called D-Theater. All you have to do is connect to a high-def television or a projector to reproduce full-scale HD TV quality images and cinematic sound right in your home. Egy különleges fejlesztés az Alesis-től az 1991-es EIDAT, Alesis Digital Audio Tape. Az SVHS-en alapul 8 csatornás digitális hangfelvételére, ami 44,1 vagy 48 kHz, 16 vagy 20 bites. Az EIDAT formátum még létezik, de már merevlemezre rögzít.
A Panasonic próbálkozott a VHS alapjaira épített Studio Magnót a piacra dobni, ezzel a Betacamnek teremteni konkurenciát, de nem lett vele sikeres. Az első ilyen az M-formátum volt 1982-ben. Komponens videót rögzített ugyanarra a szalagra, mint a normál VHS, nagyobb szalagsebességgel, maximum 20 perc felvételi idővel. 1986-ban ez lett továbbfejlesztve, az M2 sokat javította a képminőségén, bevezették a kis kazettát is, ami 20 perc, a normál kazettára pedig 90 percet lehetett rögzíteni, valamint 4 hangsávot is kapott. A képminősége a Betacam SP-hez volt hasonló. Az 1995-ös Digital S pedig a Digital Betacamre adott válasz a GVC Panasonic Duo-tól. 1999-től D9-nek is lett nevezve. A Digital S 4-2-2-es mintavételezéssel 4-3 vagy 16-9-es képformátumot rögzít, de DV kodeket használ, igaz nagyobb bitrátával, mint a DV, kb. 50 megabit per szekundum. 4 hangcsatornája, 48 kHz, 16 bites. Volt neki egy HD verziója is, de az is alul maradt a HD-kemhez képest. Az adatsebessége 100 megabit per szekundum, 8 hangcsatornát kapott, és nem volt PAL verziója. A Sony és a Panasonic GVC vetélkedése sok fejlesztést hozott a piacra. A Panasonic ugyan nem tudott átütő sikert elérni a stúdiótechnikában, mert azt a Sony uralta több mint 40 éven át. Házi videó területén viszont egyeduralkodóak voltak 2005-ig. 2008-ban a Panasonic eladta a GVC-t a Kenwoodnak. 2008 és 12 közt fokozatosan leálltak a kazetta és készülékgyártással. Utoljára 2016-ban a Funa is, aki Sanyo néven gyártotta a készülékeket. Köszönöm, hogy végignéztétek, találkozunk legközelebb, sziasztok!